A Budapesti Filharmoniai Társaság zenészei nem csak zenekari zenészként az opera árkában, hanem kamarazenészként és szólistaként is kiválóan muzsikálnak. A kamarazenész énjüket a martonvásári látogatók már jól ismerhetik, a szólista és zenekari énjük pedig találkozik most június 24-én a múzeumok éjszakáján Martonvásáron. A Pokróc koncerten, ahol, ahogy a neve is mondja, pokrócokon heverhet majd el a közönség. Onnan figyelheti majd a lassan lemenő napot, és hallgathatja azt a zenét, ami a baroktól egészen a kortárs zenéig ível, hiszen Beethoven nem kortárs, de Dénes István átiratában a világhírű Holdfényszonáta zenekari változata igenis kortárs műnek tekinthető. Aztán ott van a barokk zene, amit említettem. Két általában szólistaként elhanyagolt hangszer, a brácsa és a piccolo kap majd főszerepet egy-egy Telemann, illetve Vivaldi műben. Ki mindenképp érdemes eljönni, meghallgatni a 6 órakor kezdődő koncertet, aztán pedig a múzeumok éjszakájás belépővel ingyenesen bemenni a kastélyba a Martonvásári Parkban, amely csak ezen az alkalmon, csak ezen a napon nyílik meg a közönség számára. És aki már ott van a kastélyban, utána nyugodtan eljöhet a zenei kvízre is, ahol belépőjegyeket és mi egymást lehet majd nyerni részfúvó zene kíséretében.